Folyamatosan érkeznek koronavírus tesztre a mentőállomás melletti parkolóban. Összefogásnak köszönhetően van hova. A vasárnapi orkán erejű szél károkat okozott Székesfehérváron. A mentőállomás melletti Covid szűrő és tesztállomást sem kímélte. A mentőállomás munkatársai ekkor jelentkeztek és kértek segítséget. Tanástuk azt, hogy az önkormányzatnál, hogy hogyan tudnánk segíteni gyorsan a károk helyrehozatalában, és szerencsére van egy olyan vállalat, akivel már hosszú ideje együttműködünk több tekintetben is, és ők egy olyan buszt fejlesztettek, amely már több tekintetben is szolgálta a magyar egészségügyet, és ezt a buszt pedig a mentőszolgálat számára biztosította az Ikarusz. Gyorsan érkezett a segítség, hétfőn kapta a hívást Tankó Zoltán, az Ikarusz vezérigazgatója, délben pedig már a szűrés helyén állt a busz. Ezt a járművet arra fejlesztettük ki annak idején egy évvel, másfél évvel ezelőtt, hogy pontosan ilyen helyzetekben, amikor valamilyen sürgősségi ellátásban helyszínre kell vinni az egészségügyet, gyorsan mozgósítható és helyszínen egészségügyi ellátást nyújtani képes járművünk legyen. Ez most bebizonyította, hogy így is van. A jármű benne állt a telephelyünkön, 8:30-kor szóltak, 12-kor itt volt a jármű. Vörös Péter, az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli regionális igazgatója elmondta, a városi összefogás jó példája, hogy ilyen hamar megoldódott a viharkárokból adódó probléma. Nem csak azt jelenti, hogy a lakosság szűrését továbbra is nagyon magas színvonalon fogjuk tudni végezni, hanem ezzel a busszal lehetővé válik a kapacitásaink bővítése is. Úgyhogy azt tudom mondani a lakosság számára, hogy továbbra is végezzük a szűrésüket, mindent megteszünk az egészségük védelme érdekében. Ez körülbelül Fejér megye tekintetében azt jelenti, hogy egy hét alatt 3500, közel 4000 szűrést végzünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy látható, hogy mindent megteszünk. A szűrőbusz addig marad, amíg szükség van rá. Mészáros Attila elmondta, tárgyalnak az Ikarusszal arról, hogy hogyan tudnák ezt a buszt vagy ehhez hasonló járművet a város egészségügyi szolgálatába folyamatosan állítani. Akár az egészségügyi fejlesztési terv keretében a szűrőprogram segítésére, az alapellátás vagy szakellátás tekintetében. Bízik benne, hogy hamarosan az állam segítségével sikerül forrást találni hozzá.